A két csapat a HEP Kupa bronzmeccsén már találkozott egymással, akkor a nyíregyháziak magabiztos győzelmet arattak. A negyeddöntő első mérkőzését is jól kezdték a kék cápák, az első 10 perc után 7 ponttal vezettek a vendégek. A második 10 perc 8 ponttal a hazaiaké lett, akik a folytatásban folyamatosan elléptek ellenfelüktől. A faul problémákkal küzdő nyíregyháziak egyszer még felzárkóztak 3 pontra, de a hajrá az oroszlányé volt, amely végül 11 ponttal megnyerte a mérkőzést, véget vetve a Blue Sharks 9 meccses győzelmi sorozatának. Az oroszlány azért rutinos csapat, ők tavaly is playoffot játszottak, illetve a bajnoki címért mentek, de kikaptak. Hát ugye ebben nekünk még nem nagyon volt rutinunk. A sok fiatal játékos azért megszeppent egy kicsit ott az 1000 néző láttán, illetve hogy szurkoltak, de jó hangulatú mérkőzés volt, nagyon nagy iram volt, talán mondhatom, hogy évvonalbeli iram, de hát átcsoportos szintű iram. Tudtunk volna nyerni, de mivel nekünk kicsit rövidebb a kispadunk, illetve fal problémák voltak, ezért fölén kerekedtek, de pénteken mindenképp megpróbáljuk nyerni. Ahhoz, hogy milyen szintű mérkőzésre meg tudjuk nyerni, ahhoz extrát kell nyújtanunk. A HEP kupán is azon a mérkőzésen mindenki nagyon jól játszott. Pénteken is ugyanígy kell játszanunk ahhoz, hogy meg tudjuk nyerni a mérkőzést. 100%-osan koncentrál a vég az egész mérkőzésen, illetve pontosabban kell dobnunk kintről. A nyíregyháziak csapatkapitánya Nagy Krisztián szerint igazolódott a tétel, mely szerint a rájátszással egy új bajnokság kezdődik. A kosaras úgy látja, az oroszlányi csarnokban uralkodó hangulat is hatással volt a vendégjátékosok teljesítményére. Egy új szintéren kellett helyt állnunk. Többeknek ez volt az első rájátszás mérkőzése, illetve mi rutinosabb játékosok sem voltunk még ilyen szituációban, ugye a B-osztály miatt, illetve akik játszottak rájátszást Iván, vagy a többiek, ők is már ugye ez régebb óta, vagy régebben volt. Én úgy gondolom, hogy ez az első vereség annak tudható be, hogy egy kicsit megilletődtünk ettől a környezettől, de a hazai pályán úgy gondolom, hogy föl fog nőni a csapat a feladathoz, és visszahozhatjuk a párharcot. A Nyíregyháza Blue Sharks oroszlány mérkőzés pénteken 16 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsételevízió nézői pedig szombaton 21 óra 30-tól láthatják a találkozót. Nyíregyházi győzelem esetén a harmadik mérkőzést április 21-én rendezik oroszlányban.